Sikeres védekezést hagyhat maga mögött nyílt telek, a város polgármestere úgy fogalmazott. Az önkormányzat a veszélyhelyzet idejében igyekezett minden eshetőségre felkészülni. A szórt település elrendezés pedig ebben az időszakban kimondottan a lakosság előnyére válhatott. Az önkormányzat részéről folyamatos volt a védőeszközök kiosztása, ahogy a gyermekétkeztetés is a helyi óvoda és iskola leállása idején. Szekeres József hozzátette, az elmúlt hónapokban a szociális intézményekre, azon belül is az idősek otthonának védelmére kellett a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a higiéni szabályok betartására, mindent meg is tettünk ezért, már mi járvány elején mi különböző fertőtlenítő gépeket beszereztünk, illetve utána még ózonos fertőtlenítőt, illetve még légtisztítót is vásároltunk, és az idős otthon az ilyen kiemelt fontosságúvá vált számunkra. Sőt, azt mondom, hogy eddig is az volt, de még kiemeltebbé vált. Teljesen amennyire tudtuk hermetikusan lezártuk, tehát igyekeztünk megóvni a fertőzéstől. A polgármester hangsúlyozta, a nyílt teleken működő vállalkozások nagy részét nem érintette érzékenyen a veszélyhelyzet. A városban többségben építőipari cégek tevékenykednek, a tapasztalatok szerint azonban az alapanyag beszállításával nem voltak gondok, és a rendelések sem estek vissza drasztikusan. A településen jelenleg több hosszú távú beruházás is folyamatban van. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a várost átszelő főútszakasz biztonságát növeljék. Ami legszembetűnőbb, hogyha valaki nyírtelken jár mostanság, akkor a 38-as főút felújítása zajlik a 30 és 32-es kilométer kő közötti részen, amely magába foglalja a teljes útburkolat javítását, illetve kopóréteg cseréjét, valamint buszöblök kialakítására kerül sor, illetve ez idő alatt a konyhát újítottuk fel egy belügyminisztériumi pályázat útján, melynek következtében teljes belső képészeti csere zajlott felújítás, úgyhogy még talán ez a kis leállási okor is jött nekünk ebből a szempontból, úgyhogy egy teljesen korszerű és modern konyha várja most már az ott dolgozókat, illetve egy teljesen új konyha technológia. Ami a további fejlesztéseket illeti, még hónapokkal ezelőtt sikerült pályázatot nyerni orvosi rendelő felújítására, ám a járványidőszak miatt a kivitelezést későbbre halasztotta az önkormányzat. Szintén pályázat útján bővíthetik a bölcsődei férőhelyek számát, ez szintén a nyár folyamán valósulhat meg.